Kezdettsök alkalom, jó napot kívánok, köszöntöm Önöket a Demokratikus Koalíció mai sajtótájékoztatóján. Hiába hazudt a náci apjáról súlyog Tamás Lendő köztársasági elnök, hogy kommunista üldözés áldozata lett, sőt halára ítélték, a HVG cikkében újabb leleplező információkat közölt róla. Súlyog Tamás apja, aki még a nyilasoknál is szélsőségesebb a német megszállókat kiszolgáló magyar nemzeti szocialista párt aktív tagja volt a II. világháború idején, egy haláltáborba deportált zsidó ügyvéd irodáját foglalta le. A demokratikus koalíció szerint senki sem felelős a szülei tetteiért, de súlyok Tamásból nem lehet köztársasági elnök úgy, hogy a saját politikai előmenetele érdekében hazudott édesapja náci múltjáról. Ma van az utolsó alkalma súlyok Tamásnak, hogy hivatalba lépése előtt bocsánatot kérjen a magyar néptől a hazugságaiért, és visszalépjen a köztársasági elnöki tisztségtől. Magyarország államfője a nemzet egységét hivatott képviselni, erre a feladatra pedig alkalmatlan egy hazug ember, aki saját érdekében mentegette náci apját. A pedofil segítő bűnözőnek kegyelmet adó Novák Katalin lemondása után Orbán Viktor újabb választottjáról, Súlyog Tamásról ezúttal rekordgyorsasággal már hivatalba lépése előtt kiderült, hogy alkalmatlan az államfői tisztség betöltésére. Súlyog Tamás nem csak egy fideszes pártkatona, aki az alkotmánybíróság elnökeként is kiszolgálta az Orbán rendszert, hanem egy hazug karrierista is, aki előmenetere érdekében letagadta apja náci múltját. A demokratikus koalíció szerint senki sem felelős a szülei tetteiért, de Súlyok Tamásból nem lehet köztársasági elnök úgy, hogy a saját politikai előmenetele érdekében hazudott édesapja náci múltjáról. Ma van az utolsó alkalma Súlyok Tamásnak, hogy hivatalba lépése előtt bocsánatot kérjen a magyar néptől a hazugságaiért, és visszalépjen a köztársasági elnöki tisztségtől. Magyarország államfője a nemzet egységét hivatott képviselni, erre a feladatra pedig alkalmattal egy hazug ember, aki saját érdekében mentegette náci apját. Én köszönöm szépen, hogy meghallgattak, kezét csókolom, viszontlátásra!